Malakiás próféta könyve. Malakiás mintegy száz évvel azután élt, hogy az izraeliták visszatértek a babiloni fogságból. Üzenete a már Jeruzsálemben élő népnek szólt. Bár a templom újjáépült, mégsem mentek túl jól a dolgok. Emlékezzünk Esdrás és Nehémiás történeteire. A nép nagy reményekkel tért haza a fogságból. Életük és a templom újjáépül, a proféták ígéretei végre mind valóra válnak, eljön a messiás, felállítja Isten országát az Egyesült Izrael és a népek felett, és elhozza az igazságot és a békét. De nem így lett. A várost újra benépesítő nép hűtlen lett Istenhez, pont mint őseik, ez pedig szegénységhez és igazságtalansághoz vezetett. Malakiástól megtudjuk, mennyire volt súlyos a helyzet. A könyv viták sorából épül fel. A legtöbb szakasz azzal kezdődik, hogy Isten állít valamit, vagy vádat emel, amit Izrael elutasít, vagy megkérdőjelez, mire Isten válaszol, és kimondja az utolsó szót. Ez hatszor ismétlődik. Az első három vitában Isten leleplezi Izrael romlottságát, az utolsó háromban pedig szembeszáll azzal. Az érvekből és a szóváltásokból pedig az a benyomásunk támad, hogy a fogság alapvetően nem változtatta meg a népet. Izrael szíve ugyanolyan kemény, mint volt. Az első vitában Isten azt mondja: még mindig kudarcaik ellenére is szereti szövetséges népét. Mire a nép kérdőre vonja? Miből kéne tudnunk, hogy szeretsz minket? Isten felidézi, hogyan választotta ki szövetségi ígéreteinek hordozójául ősük, Jákób családját, annak testvére, Ézsau és családja helyett, akik végül el is vesztek. Emlékezzünk a Teremtés könyvére és Abdiás könyvére. Izrael tehát az első vitától kezdve gyanakvó, kételkedik Isten szeretetében és hűségében. A második vita a második templomról szól. Isten azzal vádolja a népet, hogy megvetik és meggyalázzák a templomot. A nép visszavág. Mivel vetettünk meg téged? Isten szerint az, hogy beteg, sérült állatokat mutatnak be áldozatul, azt bizonyítja, milyen kevésre tartják Istenüket. De nem csak a nép, a papok is. Nemhogy eltűrik, de még segítkeznek is a hamis Isten tiszteletekben. A kisemberektől kezdve egészen a papokig Isten népe egytől egyik hűtlennek bizonyul. A harmadik vitában Isten kimondja, hogy az izraelita férfiak elárulták őt és a feleségeiket, amit ők persze tagadnak, úgyhogy Isten leleplezi a bálványimádás és a vállás közti összefüggést. Amikor izraelita férfiak nem izraelita nőket vesznek el, olyankor a feleség őseinek isteneit is átveszik és azokat imádják. Lásd a Nehémiás 13-at. Malakiás tehát összefüggésbe helyezi mindezt a feleségeiktől ok nélkül elváló férfiakkal. A nép szerint ez oké, okay, Malakiás szerint viszont nem. Ez az Istennel kötött szövetség elárulása. Malakiás a viták második csoportjában Izrael lázadása ellen lép fel. A negyedik vitában a nép közömbösséggel vádolja Istent. Hol van az igazságos Isten? Az igazságtalanság mindent ellep, Isten pedig nem tesz semmit. Isten azt feleli, hogy küld majd egy követet, hogy felkészítse őket személyes visszatérésére az Úr napján. Tűzként tisztítja meg népét, eltörölve a bálványimádást, a szexuális tisztátalanságot és az igazságtalanságot, hogy csak a hűséges maradék legyen az ő népe. Az ötödik vitában Isten megtérésre hívja a népet, mire a nép miből térjünk meg? Isten ekkor szembesíti őket önzésükkel, egy ideje már oda sem adják bevételük tizedét a templomnak. A tized valaminek az egy tizedét jelenti. Az izraeliták éves jövedelmük és terményeik tizedét a templom és a papok támogatására kellett, hogy adják, ahogy ezt a tórában is olvassuk de Malakiástól és Nehémiástól megtudjuk, hogy a nép nem törődött ezzel a felelősségével, ezért a templom állapota egyre romlott. Isten tehát kijelenti, bőséges áldást készít, de csak akkor, ha hűek hozzá. Az utolsó vitában a nép Istent vádolja, és azt mondja, nincs értelme őt szolgálni. Látják, milyen jól megy a gonosz és büszke emberek sora, Isten pedig mindezt hagyja. Ekkor a könyvben először Isten egy rövid történettel válaszol. Izraelben ott van az Isten félő hűséges maradék, akik szeretnek összegyűlni és arról beszélgetni, hogy hogyan tiszteljék és szolgálják Istent. Ő pedig elrendeli, hogy írják be a nevüket egy könyvbe, hogy az emlékeztesse őket Isten ígéreteire és jellemére. Malakiás itt a Szentírás isteni ajándékáról gondolkodik, hogy hogyan mutat a múltra, emlékeztetve Isten tetteire, hűséget és reményt ébresztve bennünk a jövő felől. Így érkezünk meg a könyv zárásához, amely a negyedik vitában tárgyalt úrnapja képeit viszi tovább. Isten azt mondja, hogy kijelölt egy napot, amely tisztító ítéletként fogja elemészteni a gonoszokat az ő népe közül. De ez a lezárás azt is hozzáteszi, hogy mi lesz a hűséges maradék jövője. Számukra az úrnapja nem fenyegetést, hanem örömet jelent majd. Olyan lesz, mint a felkelő napsugarai, amelyek gyógyulást, életet és reményt hoznak. A viták ezzel véget is érnek, valami azonban még mindig hátra van. Az utolsó három vers nem a vitákhoz tartozik, hanem egyfajta függelékként áll előttünk, és nem csak malakiás, hanem a Tóra és a próféták egész gyűjteményét lezárja. Először felszólít, hogy gondoljunk vissza Isten szolgájának, Mózesnek a törvényére, azaz Tórájára. Ez a Biblia első öt könyvének történetére és a Szövetség törvényeire utal. Majd a prófétai könyvek összefoglalását olvassuk. Elküldöm Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr napja. Ő állítja majd helyre a nép szívét. A könyv vége szerint tehát a Tóra és a próféták egyetlen nagy, jövőbe mutató történet. Isten megváltotta Izraelt, de a lázadó, kemény szívű nép a Tórát megszegve elárulta őt. De eljön majd egy olyan nap, amikor Isten küld egy új prófétát, egy Mózest, egy új Illést, aki helyreállítja Isten népét és meggyógyítja szívüket. Emlékezzünk a második törvénykönyv Jeremiás és Ezékiel ígéreteire. A függelék tehát rámutat, hogy a Szentírás Isten ajándéka, melyet azért ad, hogy olvassuk, elmélkedjünk rajta és imádkozzunk fölötte. Igazat mond az ember állapotáról, az önzésünkről és a bűnről, de hirdeti Isten ígéretét és azt a jövőbeli reményt is, miszerint Isten egy nap hírnököt küld, majd személyesen is eljön, hogy szembeszálljon a gonoszszal, helyreállítsa népét és elhozza gyógyító igazságát. Erről szól Malakiás próféta könyve. És a Tóra is. Meg a próféták.